Nagyon -nagy szeretet és pogácsa mindenkinek, főadmin vagyok, és ebben a videóban egy kicsit a K-pop generációiról fogunk beszélni. Bizonyára hallottatok már róla, vagy találkoztatok a K-pop generációknak a megnevezésével, és lehetséges, hogy nem vagytok teljesen tisztább, hogy mettől meddig tartanak, és hogy milyen banda, milyen kategóriába esik bele. Éppen ezért szerettem volna egy kis összegző videót elkészíteni, amiben valamennyire is szeretném magyarázni, hogy milyen generációt tulajdonképpen mit is takar. Szóval kezdjük is el. Ha még esetleg nem iratkoztál fel a csatornára, nyugodtan nyom meg a feliratkozás gombot, és ezáltal is támogatod a kis munkásságomat. Kezdjük hát az első generációval értelemszerűen. Az első generációt és magát a kápoknak is igazából, a modernkori kápoknak, ugyebár ami a igazán koreai és popzenének számít, kicsit ilyen modernes felfogásban, azt általában mindig a Seo Taiji and Boys nevű csapatnak a megalapulására szokták helyezni, szóval általában onnantól számítjuk 1992-től a kápopot. Persze a kezdetek kezdetén Seo Taiji idejében még nem így nézett ki, mondjuk manapság, teljesen más volt, és kezdetben ki lehet jelenteni, hogy igazából a nyugati zenék lemásolásáról szólt az egész. A kezdetben nagyon sok olyan zene volt, mint ahogy hazánkban is, de hazánkban mondjuk hát lehet a 90-es évek előtt is már jócskán megvolt az, hogy külföldi zenéket hazai előadók úgy adnak elő, mint a saját zenéjük lenne, csak csupán magyarra átfordítanak. Ez majdnem igazol teljesen koreára is, ők is nagyon sok külföldi zenét vettek át, amit csak simán átfordított a koreai nyelvből, és a sajátjukként árultak, de igazából uh, Seo után a stílus volt az, amit jobban lemásoltak. Amit rendi volt Amerikában, azt igyekezték bevinni Koreában is. Vagyis hip-hop, rap, és a 90-es évekre megszokott popzenék is. A 90-es években volt ugyebár divat az is, a nyugati popzenék terén is, hogy bandákat alapítanak, és bandák lesznek népszerűek, mint a Backstreet Boys és hasonlók, és ezért ezt dél is igyekeztek lemásolni, és valamilyen szinten a 90-es évek kápopja az inkább a másolásról szólt. Kellett egy kis idő, hogy végül megtalálja magát, és saját különálló zenei kategóriának fejlődött ki, egyre jobban kezdett magára találni, és egyre jobban kezdett egyedi lenni. De minden esetre ezt a próbálkozós időszakot, másolós időszakot, vagy azt az időszakot, amíg a kápo úgymond fejlődés alatt volt, ezt nevezik az első generációnak, ami körülbelül 2003-ig tart, hozzávetőlegesen a TVXQ-nak a debütálásáig, ugyanis a TVXQ az már egy teljesen új generációs banda volt, és onnantól kezdve számítják a második generációt. Visszatéve még az első generációra, olyan híres előadók tartoznak ebbe a kategóriába, mint Seota the Boys, ahogy mondtam, DJ Dok, a Hot, Jilusen, Szecskiz, SES, One Time, Simba, Boa, vagy pedig Rén? szólóénekes. A második generáció idejére nyugaton már lecsengtek a bandák, de viszont Koreában nem. Sőt, ekkortól kezdett a K-pop a nyugati stílustól, ugyanis Koreában szükség volt a bandákra, és ezt ágába se volt igazából a lemezkiadóknak a bandáikat feloszlatni, majd csak és kizárólag szólóénekeseket énekeltetni. És innentől kezdve kialakult egy sajátos és egyedi stílus. A második generáció időszaka volt az, amikor a világ kezdett felfigyelni erre a jelenségre, és ekkor jelentek meg igazán először a külföldi rajongók is, akik érdeklődést mutattak a K-pop irányába. Igencsak mérvadó volt, és igencsak meghatározó volt ez a korszak, ugyanis tényleg ez fektette le az alapját a mai kápopnak, és ezek a bandák voltak, és vannak, akik mai napig is aktívak, de ezek a mai ájdolok és mai gyakornokoknak az igazi nagy példaképei, és akik manapság szeretnének híresek lenni, és népszerűek, többnyire az ennek a generációnak a zenején nőttek fel, és többnyire a szívükhöz ez áll a legközelebb. Személy szerint még én is ebben a korszakában találkoztam a kápoppal, és be kell valljam, hogy az összes korszak közül talán ez áll az én szívemhez a legközelebb. Na de lássuk, hogy milyen bandák is tartoznak ide, ugyebár második generációs híres nagy banda volt a TVXQ, a Super Junior, a Big Bang, Brown Eyed Girls, Girls Generation, Wonder Girls, Shiny, 21, Sistar, Beast, ami manapság már Highlight, és még nagyon sok bandát fel lehetne sorolni ebbe a kategóriába. Ez a korszak körülbelül 2010 végéig tartott. 2011 elejétől indult meg a tömeges rajongók megszerzése. Még mielőtt a Gangnam Style-ra igazán felfigyeltek volna az emberek 2012-ben, 2011-ben már nagy népszerűsége volt a kápopnak, és sokkal több külföldi rajongót sikerült megszerezzenek, mint azelőtt. Ekkor kezdődött meg az a korszakváltás, amikor a lemezkiadók igazán rá akartak építeni a fiatalabb korosztályra, és ebben a korosztályban figyelhetjük meg azt, hogy egyre fiatalabb és fiatalabb idolokat debütáltattak. Ugyanakkor a zenei stílus megmaradt az egyediség jegyében, de próbáltak nyugati dolgokat is belekeverni, vagyis ezek a zenék már jobban hibridek, mint a második generációsak. A második generációsak tényleg inkább olyan egyediek akartak volna lenni, de a harmadik generáció, tudva azt, hogy sok külföldinek is fenn kell tartsa az érdeklődését, igyekezett a nyugati zenékhez hasonlókat készíteni. Mindig aktuálisan trendnek megfelelően. De ez nagyon jól bevált, ugyanis, mai napig a harmadik generációban szerezte meg a K-pop a leges legtöbb rajongóját, vagyis világszinten is a legnagyobb népszerűségre ebben a generációban sikerült szertejen. Ezt a generációt nevezhetjük az igazi áttörő generációnak és olyan nagy nevű bandák tartoznak ide, mint az EXO, a BTS, a GOT7, az Icon, a Monsta X, vagy lányoknál a Twice, Blackpink, Aping, AOA, vagy éppenséggel a harmadik generáció vége felé már a Stray Kids és a Idol nevű banda is. A harmadik generáció egészen addig tartott, amíg mondhatjuk azt, hogy a K-pop kiteljesedett teljesen, mármint úgy, hogy sikerült elérje azt, hogy tényleg világszerte mindenki hajon róla. Jó, nem mindenki szereti, de tényleg eljutottunk arra a korszakra, hogy nagyjából mindenki tudja már, hogy mi az a kápop. És mindenki hallott már legalább egy-két kápop számot. És ezt tudva a negyedik generáció már egy olyan generáció, akik tudják jól, hogy amilyen zenét alkotnak, azt már külföldön is valószínűleg meg fogják hallgatni, és most már a külföldi lemezkiadók is figyelik, hogy dél koreában mi a helyzet. Mondhatjuk azt, hogy egyenrangú ellenfélként tekintenek egymásra, mert tudják azt jól, hogy a dél-koreai is nagyon könnyen slágerlistás lehet, Szóval ez a negyedik generációt még előre mondhatóan nem lehet tudni, hogy meddig fog fejlődni, vagy mik lesznek igazán a jellegzetességei. A negyedik generáció az, amiben jelenleg is benne vagyunk, nagyjából 2019 eleje óta tart, és ki tudja, hogy még hány évig fog. Leginkább a különbséget lehet majd akkor tudjuk megérezni, amikor mondjuk már az ötödik generációba fogunk tartozni, de ez a negyedik generációban már igazán látszik a profizmus. Az új bandák már nem olyanok, mint korábban. Korábban egy új banda esetlen volt, ezzel szemben a negyedik generációban már az új bandák is aholyan szintű profizmus mutatnak be, hogy az már szinte-szinte vetekszik a több éves tapasztalattal rendelkező bandákéval. Ugyanis erre a generációra már nagyon hosszú gyakornoki idő után debütáltatják az idolokat, és olyan sok jelentkezőjük van, hogy egyre tehetségesebb és tehetségesebb emberekkel tudják feltölteni a csapatjukat. A negyedik generációs csapatoknak számít az Everglow, a Cherry Bullet, az Itzy, a Rocket Punch, a Signature, a TXT, a One US, a Treasure, a Xenex vagy az UTH is. És még nagyon sok banda lesz még, akik ebbe a kategóriába fognak tartozni. Ez tényleg nem olyan régen indult el még a negyedik generáció, és akár még tíz évig, vagy akár tovább is tarthat. Attól függ, hogy tényleg a zeneipar milyen stílusba változik, és maga a k is a jövőben mennyire és milyen irányba fog. Nos, nagyjából ez lett volna a négy generáció, amit általában a k kapcsolatban szoktak az emberek emlegetni. Írjátok le nyugodtan, hogy ti mely generáción keresztül kezdtétek el hallgatni ezt az egészet, és hogy személy szerint nektek mely generációnak a zenéit tetszenek a legjobban. A kommenteket szívesen várom a komment részlegben, én pedig minél hamarabb jövök majd nektek újabb videókkal. Főadném voltam, legyen nagyon szép napotok. Sziasztok!